ütik át nálatok a telet a hajléktalanok? Az önkormányzat csak ideiglenes megoldást tud ajánlani számukra az éjjeli menedék helyett, de van, aki még ezt sem veszi igénybe. Ezen a télen is előfordult már Marosvásárhelyen fagyásos haláleset, a múlt években pedig több is. Városunkban legalább 200 személy van fedél nélkül, de a hajléktalanok pontos számáról itt sem sikerült hiteles felmérést készíteni. Télen egyértelműen a hatóságok szem elé kerülnek a hajléktalanok, ugyanis a hideg miatt már nem lehet a szabad ég alatt tartózkodni. A Marosvásárhelyi önkormányzat 6 éve működtet hajléktalan szállót. Napközben itt csak indokolt esetben lehet maradni, és természetesen szigorúak a szabályok. Hát nem nagyon sírunk úgy. Hát van nálunk már sokkal rosszabb helyzetben is vannak. Hát ne tessék haragudni, akiknek például itt a lakásukat a víz vagy leomlott, vagy ehhez hasonló. Itt a tél a nyakukon. Vagy például az utcán vannak. Nem mindenki olyan szerencsés, mint mi. Az intézmény a papírok elintézését is vállalja. Idősek esetében a nyugdíj és az öreg otthon jelenthet megoldást. Gyakori az olyan eset, hogy valaki feketén dolgozott és egy munkabaleset miatt teljesen jövedelem nélkül maradt. Így került az utcára. Mikor az ember dolgozik, akkor nem barátja, akkor van a bérlet, akkor befogadják, mikor nem csak... A hajléktalanok között általában több a középkorú férfi, akik sokszor az etanozás miatt veszítették el minden kapcsolatukat a társadalommal. Képes ember magát, hogy egy különleges ember, nem társadalmi embernek is van. Nem társadalom. Úgy vagyok, hogy egy társadalmi kívüli ember. A hajléktalan szálló munkatársai a fiatalabbakat igyekeznek munkához juttatni. Tapasztalataik szerint az eredmény változó. 30-35%-uk biztosan olyan helyzetbe kerül, hogy ha van benne kitartás és akarat elő, akkor helyre zökkenhet. De nagyon sok a visszaeső. Most már 5 év, a 6. éve, hogy működünk, és észleltük, hogy vannak olyan esetek, amit egy adott pillanatban rendezetnek gondoltunk, de bizony eltelik egy-két év és visszatérnek, sőt 3 év is. Hasonló tapasztalatról számolt be a ruhamentő szolgálat munkatársa is. Elmondta, hogy vannak, akik nem hajlandóak elfogadni a menhely szabályait, így a mentősök csak alapellátásban részesítik, másra nem kényszeríthetik. Ebben az esetben is az alkohol hatalmáról van szó. Ezeknek az embereknek 99%-a fogyaszt nagy mennyiségben alkoholt, ráadásul mindenfélét megisznak. El nem tudják képzelni, mire képesek, az egészségügyi szerzt is megisznak, úgyhogy majdnem mindenikük alkoholista, és ez is sok betegséget hoz magával. Ráadásul a hajléktalanok többsége semmilyen nyilvántartásban nem szerepel, az önkormányzat nem is tudja követni útjukat. Egy része olyan, aki évközben Marosvásárhelyről elmegy másfele munkát vállalni, falusi környezetben vagy építőtelepeken az ország különböző területén. Ezek a munkahelyek erre az időszakra megszűnnek, és akkor bejönnek a városba. Ezért egy pontos létszámot sem tudunk mondani, de így, ahogy érezhető, hát 200 felett van, ez biztos. Ha valaki talpra is szeretne állni, az önkormányzatnak nagyon kevés lehetősége volna, hogy segítsen. 15 évvel ezelőtt még 50 ezer lakás volt a város tulajdonában. Ma ez a szám 1000-re csökkent, és a visszaszolgáltatás miatt még kevesebb lesz 2006 végére. Stúdiónk vendége Dégi Csaba, szociálpszichológus. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Dégi úr, milyen okokra vezethető vissza az ön véleménye szerint az, hogy egyesek a szószoros értelmében az utcára kerülnek? Alapvetően gazdasági és társadalmi okokra vezethető vissza. Itt elsősorban arra gondolok, hogy a nagyon szegény, illetve az alacsony szocioekonomiai státusban élő és onnan származó emberek kerülnek ki az utcára. De nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy nagyon sok ember úgymond saját életviteléből és ezeknek a következményeként kerül ki az utcára. Szóval volt itt ugye az alkoholizmusról is. Alkoholfogyasztás, prostitúció, egy minden olyan antiszociális cselekmény, amelynek a következménye az az utcai lét lesz. Illetve érdemes megemlíteni, hogy fiatalok körében ilyen magavállalt döntésként is szerepelhet a hajléktalanság. Valahogy a szabadsággal azonosítják ezt. Hátráltató tényező a hajléktalanok esetében ez akkor, amikor esetleg munkát szeretnének keresni, vállalni?
gondolom, hogy komoly hátráltató tényező. Tessék arra gondolni, hogy a hajléktalanok hosszú távon kinnélnek az utcán, reményt vesztve, depressziósan. Egyrészt a lelki állapotuk sem olyan, ami megfelelne. Másrészt meg nekik a szabályaik és az alkalmazkodási készségük az teljesen megváltozott. Példa, hogy az időbeosztásuk az mintha nem is létezne számukra, szemben egy olyan ember, aki napi 8 órát vagy ennél többet bedolgozik. És talán még fontos azt is megemlíteni, hogy mindezek együtt ugye vezethetenek a hajléktalansághoz. Ez egy érdekes mókuskerék, amit ön említett. Hogyan viszonyul a társadalom a hajléktalanokhoz? A viszonyulás szerintem az nagyon változó tud lenni. Azt tapasztalom, hogy a felháborodástól egészen a segítségnyújtásig terjed ez a igen széles skálán lehet felmérni a viszonyulási szintet a lakosság körében szerintem. Vannak-e veszélyeztetett rétegek a hajléktalanság szempontjából? Nagyon sok veszélyeztetett réteg, nem nagyon röviden csak felsorolnék egy párat. Tipikusan veszélyeztetett réteg az állami gondozásban felnevelkedett, illetve az onnan kikerülő fiatalok, akik ugye 18 év után egy nagyon kevés anyagi elszámlás után az utcára kerülnek. Ennek folytatása mondjuk a bűnözés és sokkal több komplikáltabb helyzet. Amint említettem, a szegények és azok, akik az alacsony szocioekonomiai státusból származnak, ugyanakkor ide tartoznak azok, akik családi konfliktusok következményeként utcára kerülnek, válóper után utcára kerülő apák, családi erőszak miatt utcára kerülő anyák és gyerekeik, de nem kell figyelemként hagyni sem az alkoholfogyasztás következményeként utcára kerülő embereket. Végül úr, ön a szociálpszichológusként hogyan látja, milyen segítségre lenne szükségük a hajléktalanoknak? Én szerintem nem egyfajta segítségre, nagyon sokféle segítségre van szükségünk, egy nagyon differenciált rétegről beszélünk, nagyon sokfajta hajléktalan van, ennek következtében nagyon sokféle igényük van. Úgy gondolom, hogy a cél az lenne, hogy a szolgáltatások bővítésével egységesíteni azokat a lehetőségeket, amelyek a hajléktalanságból való kiutat megmutathatnak. Hajlamosak vagyunk mindig egymásra mutogatni, a társadalom a hajléktalant hibáztatja, a hajléktalan pedig a társadalomra mutogat. Egyáltalán kiben van a hiba? Nagyon nehéz kérdés, de talán az egymásra mutogatáson túlmutathat a közös felelősségvállalás. Itt a felelősségvállalás az lehet akár állami szintű, ami a szociálpolitikai intézkedésekben látható, de lehet önkormányzati szintű is, sőt törvény szerint kötelez az önkormányzatnak a hajléktalanokkal ugye valamit kezdenie, de nem elegendő az, hogy elvárjuk az önkormányzattól a kérdés megoldását, fontos a civil szervezetnek is, illetve a civil szervezeteknek kezdeményezéseinek is fontos szerepe van. És nem utolsó sorban az egyéni felelősségvállalás a hajléktalan részére, talán mindjárt részére, akik segíthetnénk bizonyos módon azoknak a szervezeteknek és programoknak a működését, amelyek a hajléktalanságot próbálják visszaszorítani. Végül úr, köszönöm, hogy a világunk vendége volt ma délután. A témát a budapesti stúdióban tovább folytatják. János. Itt vendégem a stúdióban Vecsei Miklós hajléktalanügyi miniszter, biztos köszöntöm. Ön a hajléktalanságot nemrégiben egy interjúban betegségnek nevezte. Hogyan értsük mi ezt? Szívesen hasonlítom az egészségügyiben jól ismert fogalmakhoz a hajléktalanságot, mert nagyon sok félreértés van a hajléktalan ügyben. Én azt mondom, hogy ez egy szociális betegség, és ugyanúgy kéne diagnosztizálni, hogy előbb a megszólaló szociálpszichológus is mondta, tehát itt nagyon-nagyon szerteágazó a dolog, nagyon leegyszerűsítjük időnként alkoholra, válásra, stb. Itt alapvetően egy nagyon súlyos kapcsolatvesztésről van szó, tehát leginkább a magány, azt hiszem, ami érinti a hajléktalan embert, és a rehabilitáció is tulajdonképpen az lenne, hogy valamilyen közösségbe visszakerül.